talán nincs is olyan ember, aki soha nem gondolkodott azon, milyen lett volna egy másik, korábbi korban élni. Néha jó eljátszani a gondolattal, miként teltek volna a hétköznapjaink középkori várúrként, vadászgató nemesként, vagy unatkozó gróf kisasszonyként egy romantikus bástya ablaka mögött. Jó volna tudni, hogyan éltek eleink évszázadokkal ezelőtt. Mire vágytak, milyen ruhát viseltek, mit szerettek enni, mitől érezték jól magukat a mulatságokon. Ha a régi világba vágyunk, a fantáziálás vagy könyvek olvasgatása helyett, üljünk be az autóba és utazzunk el a felvidékre, a rozsnyói járásba. A vár keletkezéséről egy monda is van. Eszerint egy nyáját legeltető juhász az egyik hegyen kincset talált. A ritkaságot a királynak ajándékozta, mondván ő nem méltó ennek a kőnek a megtartására. Cserébe azt kérte a királytól, hogy építhessen 7 juhászlót a környékbeli dombokon. A jóságos király teljesítette a kérését, mire az agyafúrt juhász az aklok helyett 7 várat épített. A leghíresebb köztük Krasznahorka lett. Ez a mondabeli juhász volt a Bebek család őse, a várépítő. Krasznahorka büszke vára, ráborul az éhomája. Tornyok ormán az őszi szél, elmúlt dicsőségről regél. Rákócinak dicső kora, nem jön vissza többé soha. Harcosai rég pihennek, bújdosó fejedelemnek. A toronyból késő este tárogató nem sír messze. Olyan kihalt, olyan árva, Krasznahorka büszke vára. Krasznahorka büszke vára, dacolva a természet erőivel és az emberi erőszak romboló hatásával, mint kultúrtörténeti műemlék ma is épségben áll. A várat a szepesi városok védelmére, valamint az Eperjes felé vezető út ellenőrzésére kezdték építeni 1320 körül az Ákos nembeli Máriásiak. Később a középkorban csaknem mindig a Bebek családi, 1441-től 2 évtizedig a huszitáké volt. A mohácsi vész után a kalandor Bebek Ferenc tulajdona volt, aki Szapolyai János Hold első Ferdinánd király pártjára állt. Eközben zsarolta a vidéket, a környék ellopott harangjaiból hamis pénzt veretett, még nem megölték, és a vár a császáriak kezére került. A védművet Andrássy Péter 1578-ban kapta meg. Ezt előbb reneszánsz erődítményé, majd késő reneszánsz palotává alakították át. A Rákóczi szabadságharc idején kuruczőrség volt benne, de továbbra is az Andrássyak birtokában volt.
Az 1700-as években Andrássy Miklós, Gömör vármegye főispánja ide hívta össze a megyei üléseket. A 18. század második felében az Andrássy család már nem lakott benne, de a várat karban tartották, 1812-ig személyzet volt benne. 1906 óta vármúzeumban falai között, amelyet Andrássy Dénes, az utolsó főúr alapított, és amelyet 1910-ben megnyitott a nyilvánosság számára. A gótikus palotában a 17.-18. századból származó bútorok értékes gyűjteményét láthatjuk. A gyűjteményből kitűnik a 17. század elejéről származó korabarokk szekrény, amely a hagyomány szerint II. Rákóczi Ferenc Serédi Zsófiának adott nász ajándéka. A várudvarról nyíló termekben az Andrássy család számára családi sírboltot alakítottak ki. Itt temették el a család 16 tagját. Az utolsó temetésre 1991-ben került sor, ekkor helyezték öröknyugalomra a betléri ág utolsó tagját, Andrássy Ilona grófnőt, aki Budapesten élt. Figyelmet érdemel az eredetileg Andrássy Gyula gróf sírhelye számára készült hatalmas márványdombormű is, amely Zala György szobrászművész alkotása. Andrássy Gyulát végül Tőketerebesi kastélyának parkjában temették el. Az 1770-es években zajlott a vár utolsó, történelminek mondható átépítése, amikor a dobogónak nevezett hatalmas délkeleti bástyát kápolnává alakították át, amely a barokk és a klasszicista művészet határán foglal helyet.
egy hajós tér, amely folyamatosan megy át a félköríves záródású szentélybe. Az oltár felépítményt szimmetrikus, jón díszítésű oszlopokból álló kompozíció alkotja. A kápolna boltozatát barokk freskók fedik, amelyeket a 19. században erőteljesen átfestettek. A 19. században átalakították a kápolna nyugati részét, vagyis a karzatot, amely alatt három magas árkád és a kriptába vezető ajtó található. Immár 200 éve ez a kápolna ad helyet Serédi Zsófia természetes úton mumifikálódott holttestének. Zsófia a 17. század elején hunyt el, és Krasznahorkavárai község kriptájában temették el. Teste szinte sértetlen állapotban maradt fent, mivel az évtizedeken keresztül rácsöpögő meszes víz és a kriptában lévő húzat konzerválták azt. A vár kápolnájába a 17. század elején vitették fel az Andrássyak. Érdekessége, hogy jobb keze kissé meg van emelve, valószínűleg egy biblia volt alatta, amely idővel szétmállott. A 1883-ban az Andrássyak jeles vendéget fogadtak betléri rezidenciájukban. A neves romantikus írót, Jókai Mórt, aki új történelmi regényéhez gyűjtött anyagot. Jókai a regényében olyan legendát alkotott, amely máig sok látogatót vonz az egykori krasznahorkai várúrnő Andrássy Istvánné Serédi Zsófia üvegkoporsójához.